Az Európai Bizottság a jövőben szorosabban együttműködik Marokkóval az embercsempészek elleni küzdelemben. Ezt a bizottság belügyi biztosa Ylva Johansson jelentette be, amikor Fernando Grande Marlaska spanyol belügyminiszterrel Marokkóba utazott, hogy a részletekről tárgyaljanak. A spanyol-marokkói határ közelében fekvő Melillánál június 24-én több száz illegális bevándorló próbált meg átjutni Spanyolországba. Tartanunk kell magunkat az aláírt egyezményekhez. Törekszünk az illegális migráció és az embercsempész bűnszervezetek elleni hatékony fellépésre, és elmélyülten dolgozunk azon, hogy minden lehetséges lépést megtegyünk ellenük, mondta a spanyol belügyminiszter. Mindkét politikus megköszönte Marokkó erőfeszítéseit, amivel hozzájárul az illegális migráció megállításához. A bizottság részéről Ylva Johansson közölte, hogy fokozza a Marokkóval közös rendőrségi együttműködést, egyebek között közös nyomozásokkal. Arról egyeztettünk, hogyan tudunk továbbra is együttműködni, hogy megelőzhessük az olyan tragédiákat, mint aminek tanúi voltunk két hete, mondta a belügyi biztos. A június végi tragédiában 23-an életüket vesztették, és további 70-en megsérültek, mikor a spanyol-marokkói határkerítés összedőlt.